visszafordul, aztán újból Tóth Kálmánt keresi. Nagyon jó labda ismét. Tóth Kálmántól remek keresztlabdákat láttunk a mérkőzésen. Branikovics, és gól! Ki a gólszerző? Ha jól láttam, így van. Nézzék csak, Branikovics kapott remek mintaszerű labdát Tóth Kálmántól. Középre adja, Vinhold alá szaladt a labdának. Hibázott a kapus, kül letérdelt, és mint egy kegyelemdöfést megadva, befejeli az üres kapuba a labdát. Köszöntöm a 9.tv nézőit! A Zöld-Fehér Hírek eheti adása némileg rendhagyó módon egy portré jellegű beszélgetés lesz a Ferencváros legendájával, olimpiai ezüstérmes labdarúgóval, Kő Lajossal. Egy korábbi interjúdban azt mondtad, hogy aki nem játszott a Ferencvárosban, annak fogalma sincs, hogy milyen a labdarúgás nemzeti színpadán szerepelni. Hogyan tudnád megfogalmazni a fradizmus érzését? Fradizmus érzését? Hát... Sipos Ferenc válogatott labdarúgónk mondotta, volt kérem, hogy az ország szurkolótáborának 75%-a fradista. Az összes többi az azért van, hogy ezt 75-öt kérem. Kiegészítse 100-ra. Ferencváros, hogy mondjam, óriási népszerűségnek örvend. Hát mi időnkről beszélek, azt tudom mondani, hogy nálunk többen voltak edzésen, mint az MTK-n bajnoki mérkőzésen. Bejárhattam a Ferencvárosnak köszönhetően elsősorban, magyar labdarúgó válogatottal is voltunk, de a Ferencvárosa mind az öt kontinense. Bejárhattuk minden részét, kérem, Ausztráliának. Láthattuk a inkák mesés kincseit Peruba. Egész Dél-Amerikát bejártuk. Rio de Janeiro majdnem olyan szép, mint Budapest. Gyönyörűséges város. És tényleg voltunk Argentinába, Uruguayba. Fantasztikus volt. Tehát tényleg egyesült áll, mindenütt voltunk. Ázsiába, bejárhattuk az egész világot, és tényleg az a helyzet, azt tudom mondani, hogy megtapasztaltuk, hogy tömegek vártak. Amikor megérkeztünk, például Melbourne-be, óriási nagy csődület volt ott. Magyar népi táncosok vártak, voltak szavalatok, voltak köszöntők a világ másik végén. Mondhatjuk, hogy ezek voltak az ünnepnapok, amelyek hát, utazással kommunizmusban. A szürke hétköznapok hogy néztek ki ebben hát az a szürke hétköznapok se voltak, szürke hétköznapok, mert a Fradi pályán volt. Fantasztikus. Amikor már tréningre jöttünk, már ott voltak a nyugdíjasok. Az a szeretet, ami a Ferencváros tövet, ilyen nincs is. Erre mondta azt a Sándor, csak egyszer adta volna, csikar. Egyszer adta volna meg a mindenható, hogy a Ferencváros mezbe játszhattam volna, és tényleg 75 vagy 80 ezer ember előtt, és akkor micsoda ünnep lett volna. Nem adott. Ezt eláz az írókért. Csak egyszer adatott volna meg, hogy 75 ezer néző előtt 20 méterről bebombászassak valamelyik ellenfelének, a Fradinak kérem egy lasztit, akkor mit nem adtam volna azért? Hát sajnos. Ő neki nem adott. Én szerencsés vagyok, hála mindattól Úristennek, megadott ez az élmény, ez az öröm, ez a fantasztikus élmény. És az is megadatott, hogy játékos pályafutásod során olyan kiváló edzőkkel dolgozhattál együtt, mint mondjuk Dalnok Ijenő, vagy a válogatottban Jiloszki Rudolf. Lakat Károly, Kalocsai Géza, Dalnok Ijenő. Hát egyik jó volt, hát ezek voltak a legjobb edzők. Ezek Lakat az edzők Kacper. Milyen hatással voltak a te játékod alakulására, fejlődésére? Hát fantasztikus, de hogy mondjam, tehát Lakat Károly. Először is, amit ő nem tudta futballra, azt nem is nagyon kellett tudni. Mellette még egy szuper intelligens ember volt, tehát, és valami egészen kivételes humorérzékkel. Hát, hihetetlen volt. Az a szellemesség, és az a szaktudás, ami őt jellemezte. Utána Kalocsai Géza volt még az edzőnk, őről is csak a legjobbakat tudom mondani, Dalnoki előveg, egy őrült fradista volt, tehát mindenki tudja, azt hiszem, hát élt, halt a Ferencváros élet. Egy igazi fradista, egy prototípus volt. Tehát tényleg a Toldi Géza és Dalnoki előtt lehet, ők a csupa nagybetűvel fradisták. Azért is kérdeztek az edzőkről, mert az aktuális Ferencvárosnak is egy olyan edzője van Tomasz Dohl személyében, aki játékosként mondhatjuk, hogy a szűk elithez tartozott. Igen. Mennyire látod a mostani Ferencvároson az ő munkájának, filozófiájának és mentalitásának a nyomát? Nézd, ez egy kemény szakma. Tehát a labdarúgás az olyan szakma, hogy ugye, amit eredmények után ítélnek meg. És az eredmények most, hála Istennek, ugye a legutolsó öt fordulóra beszélek, győztesek voltak. Tehát a legutolsó öt meccs győzelem volt, és ugye a bajnokság végé húznak egy vonalat. És utána jön ugye, hogy az értékelés. Hát most legjobb paszba vagyunk,
Én bízom abba, hogy a gyenge kezdés után, fogalmazunk így, gyenge kezdés után, hát megtalálta a hangot a fiúkkal, a srácokkal, megtalálta a legjobb összeállítást, megtalálta a legjobb taktikát, és bízunk abba, hogy ebből nemzetközi szereplés lesz, vagyis a dobogó harmadik foka a miénk lesz. Én bízom benne. És ha már a nemzetközi szereplést említetted, ugye a 72-es UEFA kupa menetelést is említsük hát, meg, jó, amelynek igen, ugye igen. Te voltál az első gólszerző, első magyar gólszerzője ennek a sorozatnak, és hát az elődöntőig jutott a Ferencváros. Egy óriási menetelés. Hát, óriási menetelés volt, kezdtük mindjárt, kérem, a Fenerbahce ellen Törökország. Hát komolyan olyan élmény volt az, ez is a történet. Megérkezünk oda, a idegenvezető fogadott bennünket, hogy ilyen szöveggel, kérem, de jó pofa volt, azt mondja, hogy uraim, kívánom magunkat tényleg, hogy érezzék magukat nagyon, de nagyon jól. Higgyék el, mi is 150 éven keresztül fantasztikusan éreztük magunkat maguknál. Úgyhogy ebben a három napban élvezzék magukat, kérem. Kivételt kép az a stadion. Tehát a meccs. Fenerbahce ellen második legnépszerűbb csapatuk ellen játszott, ugye van a Galatasaray is. Fenerbahce játszottunk, és 1-0-ra vezettek, és a második fél közepén a Szőke Pista belőtte labdát középen, egy csukafejesre sikerült egy gyönyörűséges gólt lőni, és ez jelentett az első UEFA gólunkat és az első pontunkat. Egy dolgot tudok mondani, minden mérkőzésen tudtam rúgni idegenbe gólt. Az egy óriási dolog. Abszolút sikerkorszak volt, hiszen ezüstérmeket nyertetek a bajnokságban, a Magyar Népköztársaság kupát megnyertétek. Biztos. Amiatt van bármilyen hiányérzetet, hogy a magyar bajnoki cím nem sikerült ez alatt a kiváló hát pályafutás alatt? Azt el kell, hogy mondjam, hogy az Újpestet majd hogy nem mindig legyőztük, de nem az Újpest elleni meccsek voltak csak. Mellette még volt más. Hát minden csapatnál a legújabb kor onnan kezdődött, hogy a Ferencváros legyőzte. Tehát mindenki bennünket akart legyőzni, nyilván. Fradit legyőzte, akkor többi már nem is számított. Akkor az volt a legnagyobb ünnep, onnantól kezdve az piros betűs ünnepnapnak számított, akár Diósgyőrbe, akár Szombathelyen, akár Szegeden. Tehát igyekeztünk megfelelni, mellette természetesen voltak még a kupamérkőzések, és voltak a válogatott meccsek is 72-ben. Hát ugye Jabába folytak az előcsatározások, kérem, az Európa bajnokságát. Akkor a világ legtermészetesebb módján vettük az akadályt, kérem, ilyen selejtező csoportból, hogy Franciaország, tehát a gallok, Franciaország, akkor Norvégia és Bulgária. Hát ezek voltak. Bálisban le lehetek iskolázva a franciák, és bekerültünk a legjobb 8 közé. Na most Romániával sorsoltak össze bennünket. Pardon, amit a Népsport akkor írt, a baráti Romániával sorsoltak össze. Én meg azt mondom, hogy kérem, akinek ilyen barátai vannak, annak már ellenségre nincs szükség. Egyúra győztünk, az 50. másodpercben lőtt gólommal. Ilovszki Rudolf akkor már csapattal Esztergomban volt a válogatotta. Az volt az válogatott, mi az olimpiai? Albert, Kocsis, Kű, stb. Olimpiai válogatott. Érdeklődött a Rudi bácsi, a Karcsi bácsinál, tehát Ilovszki Rudolf, Lakat Károly doktornál. Karcsikám, hogy játszottak a válogatott keret jelölte? Albert mondta, Kocsis Lajos mondta, Kű Lajos, hogy játszott? Te! Azt mondja, Rudikám, góljái káprázatosan, utána csapnivaló volt. Hát mikor rúgtak? Az 50. másodpercben lesz, akkor őrítse, zseniális, csodálatos. De győztünk egynyire. És akkor ugye annak utána beválogattak a keretbe, és hát hol kellett debutálni? Románia. A baráti Románia, kérem, hogy a gyönyörűséges fővárosával. Egy pillanat, hogy mi történt az ominózus bukaresti mérkőzésen, az maradjon titok a jövő heti adásunkig. Jó. Kedves nézőink, ha kíváncsiak arra, hogy kik és miért kopogtattak be a magyar válogatott öltözőjébe Romániában, akkor nézzék jövő héten is a Zöld-Fehér Hírek adását. Viszontlátásra!